A Székesfehérvári Balettszínház Cirkusz című előadása után a Vörösmarty Színház kávézójában Paulikovics Réka moderálásával a Balettszínház direktora Egerházi Attila társaságában mutatták be Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas író legújabb könyvét, a Ludus Amoris, Játék az életünk című kötetet. Akkor is, hogyha az ember egyedül ül egy szobába, ahogy én a könyveimet írom, ott én egyedül vagyok, de érzek egy közösséget, és az a közösség, az nem lehet tudni, hova nyúlik el, hogy kik lesznek az én társaim, kik lesznek az én olvasóim, akik szeretik azt, amit csinálok. Tehát ott van, sűrű a szobám. Én nem egyedül ülök ott, mint egy remete, hanem ez benne van. A könyv címe árulkodó, ahogy az író fogalmazott, ha megkérdeznék, melyik az a két szó, ami a legfontosabb az életében, azt felelné: a játék és az öröm, hiszen minden más ebből következik, sőt, ez a kettő is egymásból, mert az öröm abból születik, hogy játéknak tartjuk az életet. Meggyőződésem, hogy a játék, az örömteli játék, az az egész teremtésnek a nagy titka. Igazán csak az jön létre, amiben örömteli teremtőked van. Van ennek egy nagy múltja, hagyománya, tradíciója. Isten nem rossz kedvébe teremtette a világot, hanem jó kedvébe. A nagy érdeklődéssel várt találkozón minden bizonnyal meggyőzte az est vendégeit Müller Péter, hogy gondolkodni is örömmel kell, és szeretni is csak azzal lehet.